Üdvözletem és a legjobbakat! A mai kamu hónap béli videóm során nem más kerül bemutatása, mint sem egy Super Wings figura, hogy netán kettő, ki tudja, szóval egy Transform a Bots Mira. Igen, egy aranyos kis röpcsi robot. Hát, akit csak azután nézhetünk meg jobban, illetve azután derül ki, hogy miről van szó, hogyha kibontjuk ebből a rendkívül mód rejtelmes csomagolásból. Isten igazából azért szereztem be ezt a kis figurát, mert hogy aranyosnak véltem. Igen, aranyos, ilyen kis tömzsi kis robotka, és miért ne? Szóval igen, itt van előttünk, és vajon ki tudja, hogy milyen robottal lesz dolgunk? Szinte meglepetés, ki tudja, hogy mit hoz elénk eme meglepetés csomag. Igen, igen. Szóval itt megjegyzem, hogy fura ez az új divat, hogy a figurákat így nyíltan csomagolják be. Én mindig attól tartok, hogy valami hülye kisgyerek így fogja és össze-vissza karcolja a figurákat. Nem feltétlenül csak egy ilyen kis Super Wings figuráról beszélek, hanem úgy általánosságban a nyílt csomagolással rendelkező figurák. És aki azt mondaná, hát környezetkímélés, teljesen jó koncepció, de akkor minek van itt ez a műanyag váz? Szóval igen, nem erőljünk bele a technikai részletekbe, különösképpen nem, hogy egy ilyen kis aranyos figurával van dolgunk, nincsen itt ezen Mirácska. Igen, itt láthatunk, hogy egy aranyos kis gömbölyde robotka, ki mozogni csupán ennyire képes. De nem baj, mert aranyos. Igen, aranyos. Nézzük is meg, hogy ezen picinyi Mirácska mekkora is a dolgokhoz képest, melyeket szoktunk használni, hogy megnézzük mekkorák. Itt van mellette egy Lego emberkénk, és mellé tesszük még Lego technik emberkénket, már csak viszonyításképpen, miután megnézték, és megjegyzik, hogy milyen kis aranyos, behozhatjuk a képbe a másik viszonyítási alapot, aki nem más, mint sem meglepetés gyanánt egy másik Super Wing figura. Micsoda meglepetések vannak itt, kérem szépen, nem más, mint Jerome. Őt egy ismerőstől kaptam, és tulajdonképpen emiatt is szereztem be, mert ha jól tudom, ő kislány, meg kisfiú, meg zöld, meg kék összepasszolnak. Ennyire akartam ebbe a szériába belemenni, nem kívánok sokkal többet begyűjteni, de ők aranyosak. Szóval igen, ja, igen, mert egy vadászgép, nagyon klassz vadászgép, ő meg egy kis tömzsi robotka. Na igen, szóval ennyit beszéljünk ezekről, és nézzük meg, hogy Mirácska mekkora mérőmanó segítségével. Szóval Mira teljes magassága, kőkemény 5 centi, hosszúsága kb. 4,5, szélessége pedig 5,5-6 cm. És ha már itt képbe hoztuk, Jerome-ot is megnézzük, aki keményen 6,5 cm-es, széles, igen, mélységét tekintve 5 cm-es, és szélességét tekintve pedig 3,5-3 cm-es. Szóval nem nagy figurák, viszont könnyű őket átalakítani, tehát kicsiny korosztálynak szinte ideálisabb. Kezdjük az átalakítást Jerome-mal, mert hát őt hoztuk be kicsit később. Nos, Jerome átalakítása rendkívül egyszerű, lehajtjuk a szárnyakat, fölhagyjuk ezt a részt, és fölhagyjuk a kezeit. Nagyon jó. Nézzük meg, milyen az átalakítása Mirának. Mirának lehajtjuk a kezeit, és ezt az egész részt így hátrahajtjuk. És íme átalakítottuk Mirát ki. Nek elvileg a kép alapján a turbinái itt vannak fölül, de így egy kicsit érdekesen repül, de igen, aranyos. Így is, úgy is. És gurul? Gurul. Jerome? Puk, gurulnak. Rendkívül veszélyesek, igen. Kis aranyosak. Szóval
ilyen a Super Wings repülők miensége. Mellé tesszük őket ismételten kedvenc LEGO technik és LEGO szisztememberkénket. Így meg is néztük, hogy hozzájuk képest körülbelül mekkorák. Félresszük őket és behozzuk LEGO, nem LEGO-t, mérőmanúr. Kicsit figyeljek már oda. Szóval igen, nézzük, Jerome. Mélysége, hat és fél, nem, hát ilyen 6,5-7 centi. Szélességét tekintve, Jalom, 7,5 centi, magasságát tekintve pedig körülbelül 3 centiméteres. Mirácska pedig szélességé maradt 5,5, hosszúsága 5,5, magassága pedig 4,5. Szóval egy kis aranyos figura, mit ne mondjak, kis aranyoskák. Gondolom az adott korosztály, akiknek ez igazából szánva van, az a 3 és plusz, és a szomorú hagymás korosztály. Már csak 3 éves, igen, hát mondanánk szerintem egy 3 éves azért eléggé megküzdene, hogyha 3 éves alatti, hogy ebből kiszedjen valamit, de maradjunk biztonságban. Szóval igen, 3 éves korosztály, kis aranyosak, jó pofák lesznek ott a kamu soron, mint sem picike repülők. Igen, igen. Szóval, mint sem általában nagyobb transformer gyűjtő, azt mondom, hogy ezek aranyosak, ilyen kis, mit nem mondjak, kiegészítésnek a gyűjteménynek, szóval nem egy fő gyűjteményt alapítanék erre, de hogyha lenne egy kis gyerkőcöm, biztos lenne benne, hogy ezekkel engedném, hogy játszon, és biztonságban tudnám az összes többi figurámat így. Szóval, és tettel, és egyebekkel, ezek lennének a Super Wings Transform a Bots Mira és Jerome figurái, kiket ezen két kemény lépéssel alakítottunk át. Szóval, és tettel, és egyebekkel, köszönöm, hogy megnézted a videómat, amennyiben tetszett. Kérlek, hagyj egy lájkot, amennyiben megjegyzésed lenne, kérlek, itted meg, és amennyiben ennél általánosságban komolyabb Transformer bemutatókra vagy kíváncsi, kérlek, itt iratkozz föl, és ha néha-néha egyéb Transformers-es érdekességek érdekelnek, kövessd a csatorna Facebook oldalát. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videómat, és a legjobbakat. Sziasztok!